fizetni a bankot, és hitelesek között szeretnénk beállni a sorba. És itt maradunk, és természetesen amit jöttek és kártérítést fizetnek, azonnal megyünk a lobbyba, de most már nagyon rá van szorulva a nép, hogy a bankok kifizessék az okozott károkat. A nap is idesült, úgyhogy lehet, hogy az egész délután itt fogjuk most tölteni. Levetkőzzünk, igen, és napozunk. Addig, addig is jól teljen a nap, az állatvilágból hoznék egy példát nektek. Az orszarvúk, amikor összeverekednek, és az egyik orszarvú legyőzi a másik orszarvút, akkor azt csinálja, hogy amelyik megadta magát, az lefekszik a földre, a másik pedig rábiszel. Tehát valahogy így vagyunk most ezzel a bankkal is jelképesen. Összeverekedtünk a bankokkal, ez a bank megadta magát. Most itt csupán a kultúránknak ugye nem része, hogy Budapest utcáin ilyet csinálunk, de az, hogy itt állunk, le van plakátolva, ez azt jelenti, hogy ez a bank magadta magát, mi pedig rájuk bizeltünk. De nyilván a bírságot sem akarnánk ezért kifizetni, de ha valaki szeretne, akkor pedig talál itt majd olyan egységet, ahol meg tudja ezt tenni. Egyelőre várjuk, hogy a bankok fizet kártérítést, vagy nem fizet kártérítést. Arról van szó, hogy ismét az utcán vagyunk, és kinyilvánítjuk véleményünket. Itt a választások előtti időszakban jöttek a pártok és a kormány, és ígérgettek, és ígérgettek, és ígérgettek, hogy megoldják a devizahiteles problémát. Megoldják a választások előtt mi. Aztán jött, hogy a választások után. Aztán jött, hogy majd valamikor szeptemberben. Igen ám, de május 1-től megnyílik újból a kivakoltatási moratórium, és újból büntetlenül lehet embereket kidobálni az utcára, családokat szétszakítani, gyermekeknek a szellemi és testi fejlődését tönkretenni, állami nevelőintézetek beadni, ahonnan tudjuk, hogy a gyermekek 90%-a 18 éves korára bűnözőként kerül ki. Hát körülbelül ennyit az ígéretekről. Itt tartunk. Magyarország jól teljesít az ígéretekben. De a valódi, igazi problémák, ami széles társadalmi rétegeket érintenek, még mindig nem megoldottak. Megoldott a trafik mutyi, megoldott a föld mutyi, és egyáltalán az egész ország mutyi. Úgyhogy ott tartunk, hogy nagy ízben leszarnak minket, magyar állampolgárokat, akikből több van ebben az országban, mint a vezetőinkből, akiknek úgy kellene dönteni, hogy a mi érdekünket szolgálják. Sajnos a választási eredmények azt hozták, hogy ismét a pártokrácia egyik erős oldala maradt a hatalomban, ami nem a mi érdekeinket szolgálja, hanem a politikét, az oligarchákét, a pénzügyi világét. Ezzel szemben én csak azt tudom mondani, hogy ha a pénz a fegyver, akkor tartsuk magunknál a pénzt, ne fizessünk a bankoknak, hiszen a bank halála a pénz hiánya. És akkor rá fognak jönni, hogy hoppá, ez a fagyi visszafele is tud nyalni. Csak ehhez szintén bátorság kell, hogy ne fizessek a bankomnak. Hogy legalább olyan bátorság kell hozzá, mint ide kiállni, de azt nem látja senki. Mi sem azért vagyunk itt, hogy lássanak minket, hanem azért vagyunk itt, hogy értelme legyen a dolognak. Jusson el az emberekhez az a tudat, hogy ha nem fizeti vissza az uzsora kamatát a bankjának, attól ő még nem lesz bűnöző. Egyszerűen ellenáll. A jogos ellenállás gyakorolja a nem fizetésével. Attól nem léhen senki, hogyha tömegesen gyakoroljuk ezt a megoldást, és nem fizetünk a bankunknak, hogy akkor a bank ki fogja tudni a lakásából. Mert annyi embert már nem fognak tudni kivakoltatni. Mindemellett mindenkinek javasoljuk, hogy azonnal keressen ügyvédet, jogát, és indítsa el a bankjával szemben a jogi eljárást. Amíg a jogi eljárás tart, addig igazából vele szemben végrehajtást eszközölni nem lehet, és nyugodtan felfüggesztheti a bankról szemben történő fizetési tranzakcióit. Aztán a bank számoljon, ahogy akar, mert a végén úgyis a bíróság előtt kell neki elszámolni,
a büntetőkamatokat meg kell vonni, az árdalmazottját meg kell téríteni, és utána szép lassan tönkre kell, hogy menjen, be kell, hogy zárja. Új videóba vett,